Egy kis filmet kaptunk Kis Balázstól, a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság elnökétől. A kisfilm még ez év tavaszán készül, de hasznos tanulságokat mutat meg a gyümölcstermesztők számára. Régi magyar alma fajta új alanyra történő oltását mutatja be a felvétel. Már gondolkodunk rajta, hogy megmutatjuk nektek, hogyan oltunk régi gyümölcsfákat. Szerencsére most éppen kint a határba jártunk, és találtunk egy ilyen 50-60 év körüli almafát. Éppen még leoltható itt a almakörténél, annyira nem nagy probléma, hogyha egy picit megindult a nemes, az oltóvesző. Megpróbáljuk, szerintünk sikerülni fog. Ugye az első lépés ez az, hogy a nemesről, amit át akarunk oltani, amit meg akarunk őrizni fát, arról leveszünk egy hajtórügyes ágat, és ez az ág fog majd belekerülni egy alanyba. M106-os alma, kertészeti alma alanyt fogunk majd használni, úgyhogy leveszek róla egy-két oltóágat. Az a lényeg, hogy az oltóágon mindig hajtórügyeknek kell lennie. Itt például ezek itt hajtórügyes ágak. Ez meg vékony, ezt hagyjuk is. Szóval így néz ki egy oltóvessző. Ha megnézzük, akkor ezen ugye hajtórügyek vannak, nem virágrügyek, és igazából nekünk 2-3 darab rügyre van szükségünk. Ebből a vesszőből 3 fát minimum tudunk gyártani. A következő lépés meg az, hogy beleoltjuk az alanyba. Meg is érkeztünk, itt vannak a fáról szedett nemesek, illetve az M106-os alanyok. Elég kicsike gyökerük van, de meg fog ő erősödni, csak minél hamarabb el kell ültetni. És amire szükségünk lesz, az egy metszőoló, oltószalag, oltókés, és valamilyen sebkezelő, fasebkezelő szer, igazából teljesen mindegy, hogy mit használunk. Az elsőnek a nemes ágról levágunk egy oltócsapot. Megnézzük, hogy hol egészségesek a rügyek, hol egészséges az ág. Mondjuk itt. Ezt levágjuk, ez kuka. És innen fogunk 3 rügyet felhasználni, szóval 3 rügyes lesz a csapunk. Az alanynak a vastagsága jóval vastagabb, mint a nemes. Ilyenkor lapozással fogunk oltani, megmutatom, hogy hogyan néz ki. Ugye a leggyakoribb oltási mód ez az angol nyelves párosítás. Ez nagyon hasonló, csak kisebb szögbe kell behasítani a nemest, és nagyobb, oválisabb, hosszabb sebfelszínnel fogunk dolgozni. Megmutatom, hogyan. Ami nagyon fontos, hogy a oltókést azt minden vágás előtt fertőtleníteni kell, ezt lehet alkohollal, én igazából öngyújtóval szoktam. Szépen végighúzom, és ezzel úgy, ahogy sterilizáltam. És a rüggyel, itt van egy rügy, a rüggyel átellenes oldalon, itt végzünk egy vágást, egy olyan 30 fokos szögbe behasítjuk a nemest. Ja, pont nem így. Így. Ja. Nagyszerű. Ez egy nagy széles ovális meclapot kaptunk. Nem érdemes nagyon faragni, de jó, ennyiből még nem lesz baj. A lényeg az, hogy a szállítószövetek érintkezzenek. A szállítószövetek pontosan érintkezzenek az alanyon és a nemesen. Hogyha érintkeznek, akkor elméletileg jó lesz a forradás. Megvan a nemesnek a meclapja. Most levágjuk az alanyt. Ott törekszünk arra, hogy olyan helyen vágjuk el, ahol egyenes, nem rücskös, nincsenek rügyek, dudorok a fán, mert ott nem lehet szabályos vágást végrehajtani az oltókéssel.
illetve levágtuk az alanyt. Itt a nemes, megközelítőleg innen kell egy sokkal kisebb szögbe egy hasonló szélességű hasítékot az alanyon vágni, de előtte ugye feltőtlenítjük a kést. Az alanyt, illetve a nemest is behasítjuk, hogy egy picike kis ék legyen, egy kis nyelv, amit egymásba csúsztatva stabilan megtartja mind az alanyt, mind a nemest. Ezelőtt is feltőtlenítjük a kést. Ilyenkor lehet nagyon csúnyán elvágni a kezünket. Megvan a kis nyereg, és ugyanezt a nemesen is. Nagyszerű. Megvan az egyik nyereg, másik nyereg. Szépen az alanyt, illetve a nemest egymásba csúsztatjuk. És ezt kell lekötözni. Jó, levágom méretre. Egy rügy, két rügy, három rügy. És ezt az egészet oltószalaggal körbe tekerjük. Jó szorosan, a szalagot pedig majd csak akkor vesszük le róla valamikor nyáron, hogyha az oltvány szépen megeredt. Kész a kis oltványunk, és ugye a sebb felszíneket sebb kezelőszerrel lekezeljük. Gyártok egy ecsetet. Ennek az a feladata, hogy a nemes, az oltócsap ne száradjon ki, illetve az ellen, hogy mondjuk ott valamilyen fertőzés, baktériumok befoljanak vízzel, ez befolyik a kalluszhoz, a egszövethez, akkor sikertelen lesz az oltás.
Ja, ezt nem mindenki szokta így szépen bekenegetni, én bekenem. Azon nem múlja. Ártani nem árt. Köbben. Így néz ki egy almaoltvány. Megszárad, kicsit vízbe rakjuk, és utána elültetjük. Aztán vagy megmarad, vagy nem, elméletileg meg kéne neki. Köszönöm szépen!